áradó Szentlélek, pünkösd a templomokban, óvodákban. Közvetlen környezetünkben Madarak és fák napja János Somorján. Szelektív személygyűjtésről tanultak a diákok a Dr. Ötkerben. Ez a JTV híradója, köszöntöm Önöket! Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, húsvét után az 50. nap. Az egyházi ünnephez sok régi népszokás is kapcsolódik, amiből minden évben megelevenedik pár János Somorján is. A Szentlélek a húsvét utáni 50. napon jön el, ekkor ünnepélyesebb szentmisét tartanak a templomokban. Ám mostantól fogva Jézus tanítását nem csak tudták, hanem sokkal inkább átérezték, mert most már hivatásukká az, amiért a küldetésük szól. Krisztus kereszthalála után 50 nap telt el, míg az apostolokhoz is elérkezett a Szentlélek és megerősítette hitüket. Korábban Jézus arra kérte tanítványait, hogy terjesszék az evangéliumot, ám azokat elfogta a félelem a megtorlásoktól. A Szentlélek azonban bátorságot öntött beléjük, így elindultak, hogy megismertessék Jézus tanításait az egész világgal. Ezért pünkösd a hitben való megerősödés, és végül is a keresztény tanítás nyilvánosság elé lépésének ünnepe. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra. Az ovikban is pünkösdöltek a héten, királynőt választottak. A gyerekek minden csoportot körbejártak, rózsaszirmokat szórtak és termékenységhozó mondókákat mondtak. Majd kiválasztották a legszebb kislányt, aki szerencsét hozott a háziaknak szép énekével. Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, mégis az Istennek dicséretet mondok. A természet és a bőség, a gyönyörű tavasz ünnepe a gyerekeket is megörvendeztette. Kinyílnak a virágok. És miért szeretette a tavaszt még? Azért szerettem, mert meg tudom szagolni a virágokat. Idén nem csak az ovikba jutottak jó kívánságok. Meghozta az Isten piros pünkös napja, mi is meghordozzuk királyi asszonykát. A városháza dolgozóit is meglepték a gyerekek. Itt nagy örömmel fogadták a műsort, remélve, hogy a jó kívánság a városra is szerencsét hoz az idei évben. Régen Somorját az anyukám mesélte, mikor kicsi volt. Tavaly Pap Sándornénál jártunk az ovisokkal, aki a 40-es években maga is pünkösdölt. Nem csak fotókat mutatott, hanem a pünkösdölés módját is megtanította a gyerekeknek. Idén családja tett róla, hogy a helyi szokások szerint járjanak körbe az óvodások János Somorján. Nem csak a csoportokban, de a városházán is. Hát szeretettel fogadtuk őket. Nekem a lányom már egyszer volt itt körülbelül 10 éve, most a fiam is eljött igaz kísérőként. A nővérem rendezte ezt, és végülis nekem azért jelent ez egy kicsit fontos, azért fontos, mert anyukám, mikor kislány volt, akkor ezt ők csinálták, tehát járták a házakat. És innen jött az ötlet, hogy a nővérem az óvodába is folytassa ezt a hagyományt, ha nem is házról házra, hanem csak intézményről intézményre. A népszokás tehát, ha máshol nem, az óvodákban tovább él. Így a lányok pünkösdi királynét, a fiúk pedig pünkösdi királyt választhatnak a játékok során. A gyerekeknek a népi gyermekjátékokon keresztül hozzuk el az ő kis világukba, és ezeket az népi játékokat elevenítjük fel ilyenkor. A múltban a pünkösd a nagy nyári munkák előtti pihenés ünnepe volt. A termény áldásért is könyörögtek és mulattak. Ekkor választottak pünkösdi királyt és királynét. 4 lány kendőt feszített, az 5. a legszebb kislány feje fölé, így járták végig házról házra a falut, közben énekeltek és jó kívánságokat ismételgettek. Balesetmentes utazást, biztonságos hazaérkezést. Ezt kívánta minden motorosnak Kótai László plébános a már hagyományos motorszentelésen vasárnap. 4. éve szervezik meg városunkban a motorszentelést, amire közelről és távolról is érkeznek motorosok. A szentelés után egy túrát is terveztek. Adományokat is gyűjtöttek, amivel egy beteg kisfiú gyógykezelését segítik, hozzá is ellátogattak. Az estet koncertekkel zárták a templom melletti parkolóban, ahová a magyar blues egyik nagy öregét, Deák Bill Gyulát is várták. A rendezvényt a helyi Őrvidék kapuja motoros baráti kör szervezte, amely János Somorja egyik legfiatalabb civil szervezete.
Az egyesületet 6 helyi hozta létre, hogy a környékbeli motorosokat összefogják és közös programokat szervezzenek. Áldjon meg benneteket, áldja meg járműveiteket, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Továbbra is keresik a János Somorjai Németh Ferencnét. Az idős, feltehetően zavart asszonyt múlt csütörtökön látták utoljára a városban. A vékony testalkatú, megközelítőleg 160 centi magas, őszhajú asszony eltűnésekor barna színű nadrágot és fekete-fehér színű kötött kardigánt viselt. Okmányait nem vitte magával. A rendőrség kéri, aki az asszonyt látta, jelentkezzen a hatóságoknál. Ismét véradást tartottak János Somorján. A helyi Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Központ győri állomása segítségével késő délelőttől kora estig várták a segítő szándékúakat az orvosi rendelőben. Most 119-en nyújtottak segítő kezet, ebből 6 főt szűrtek ki és 6 új véradó érkezett. A létszám most elmaradt a korábbiaktól, amikor nagyjából 120-130 fő jelent meg, de volt már példa arra is, hogy 150 helyi és környékbeli adott vért. A véradással nem csak embertársainkon segítünk, de saját egészségünkről is képet kaphatunk, hiszen a vért megvizsgálják. A helyi Vöröskereszt és a megyei vérellátó szolgálat évente 3 véradást tart János Somorján. Egyetlen adag, 4,5 deciliteres vér 3 betegen segít. A nők évente 4-szer, a férfiak évente 5-szer adhatnak vért. Ismét egy 90 éves polgárát ünnepelhette a hétvégén János Somorja. A város kiemelten fontosnak tartja szépkorú tagjainak köszöntését, ezért idén már 6-szor is virágcsokorral érkezhetett egy városvezető az ünnepi házhoz. Major Józsefnél Lina nénit Bella Zsolt alpolgármester köszöntötte, aki a város ajándékait és köszöntő levelét, valamint a miniszterelnök emléklapját is átadhatta. Lina néni 1925-ben született Mária Ligeten. Édesanyja korai halála miatt már fiatalon meg kellett ismerkednie a felelősségvállalással. Lina néni nagy álma volt, hogy tanító lehessen, viszont a ház körüli munkák miatt édesapja ezt nem engedhette meg neki. 1945-ben testvéreivel együtt költözött Moson-Szent Jánosra. 5 unokája és 7 dédunokája van. A város idén 90 éves polgárát köszöntheti, ami örömteli ilyen nagy szám. Bella Zsolt egészséget és még hosszú, boldog éveket kívánt az ünnepeltnek. Major Józsefnét a család is köszöntötte. Elmondták, Lina néninek összetartó ereje van, nagyon fontosak számukra tapasztalatai, tanácsai és a családot egybefogó ereje. 12 éves korom óta dolgozom, még a mai napig is. Nem sokat, azt a napi 1 órát, 1,5 órát még azért a kertben egy kicsit csinálgatom. Meg hát bent. A leányom itt van, velem szembe lakik, úgyhogy 10 éve élek egyedül. És 70 éve vagyok Szent Jánosi lakos. Poszáták és rétisasok, hasznos fák és virágok, a természet csodálatos dolgairól szerezhettek tapasztalatokat a gyerekek a hétfői Madarak és Fák napján. Azokról a csodálatos dolgokról, amik sokukat meglepő módon közvetlen környezetükben élnek. Egyáltalán a védelem volt szükséges, hogy beszélhessünk most mi madárvilágról. Bizony az állatvédők évtizedes munkája nélkül a lókerthez hasonló városszéli parkok mára jó részt csendesek lennének. Most mégis gyerekek tanulhattak, hallgatózhattak és vizsgálódhattak a pihenőparkban hétfőn, a Madarak és Fák napján. Miért lehet szükség arra, hogy a gyerekek kijöjjenek ide az erdő szélére és itt fákkal meg madarakkal ismerkedjenek meg? Hogy ha felnőttek lesznek, akkor ne lerombolják őket, hanem ültessék és majd védjék őket. Itt az Erdészet és a Madártani Egyesület szakértői tartottak előadásokat a környéken élő fákról és madarakról. Láthatták is őket. Az erdőben madárfogó hálókat állítottak fel a szakemberek. Ebbe több madár is belerepült, melyeket vigyázva vettek ki és ugyanilyen óvatossággal foghattak meg. Ezt több madár ki is használta. Rigót, cinkét és egy barát poszát a párt is megvizsgálhattak. A fején levő színtől függetlenül az egész teste azonos a fiúnak, lánynak. Nagyon jó volt, hát az én kezemben nem ficánkot, meg se csípett, úgyhogy én szerencsés voltam. Milyen madár került a kezedbe? Barát poszáta. És milyen volt? Mesélj róla. Volt ugye
arról kapta nevét, hogy mint a barátoknak van ilyen kis sapka a fején, ilyen a nősténynek barna, a hímnek pedig fekete, és amúgy meg szürke mind a kettő. De az esztelen emberi pusztításról is hallhattak. A pacsirtának csak a nyelvét eszik meg, a többi nem kell neki. A luxusciknek számító pacsirta nyelvről nem mondtak le Máltán, sikertelen volt az Unió által erről kiírt népszavazás. A szakemberek számára pont azért fontosak az ilyen napok, hogy érdeklődővé és felelőssé tegyék a gyerekeket környezetük iránt. Hát ahhoz nagyon rövid idő, hogy most mindent megismertessünk a gyerekekkel, de arra jó, hogy egy kicsit belelássanak a környezetbe, abba az erdőbe, hogy egy kis túra alatt mennyi madarat láthatunk, még úgy is, hogy nem hálóval fogjuk, hanem látjuk mozogni, és látjuk a madárkát közelről, akár a színei alapján otthon be is tudnánk azonosítani, hát egy jó szakkönyvnek a segítségével. Akadnak, akiknek már van tapasztalata a környezetükben élő állatokkal. Tanyán laktunk, új tanyán, és ott volt egy hóbaloly, és a lába eltört, és ott neveltük papával. Nagyon jó volt. És mi lett vele aztán? Meggyógyult és elment. És még mindig ott költ. Bár hóbagoly helyett ez inkább más bagolyfajta lehetett, a felelősségtudat fontos. A gyerekek ugyanis kevéssé ismerik a körülöttünk élő állat és növényvilágot. A tévék, filmek és rajzfilmek miatt azt is nehezen különítik el, melyik állat honos nálunk és melyik más kontinenseken. Állatokat gyakran csak állatkertekben látnak, az egzotikusabbakra fókuszálnak, kedvenceik is innen kerülnek ki. Fehérfejű, rétisas, meg a sima rétisas, meg gólya. Van-e olyan, amit ezek közül már láttál? Hát, fehérfejű rétisas már láttam. Hol láttad? Mikor ugye van ilyen, mentünk állatkertbe és ott. Ezt a helyzetet nem csak a lókertben, az iskolában is igyekeznek megváltoztatni. A központi alsó folyosóira például tablókat készítettek, amit megvizsgálhattak a gyerekek, de volt, ahol állatkiállítás nyílt. Az erdészet a vadászok és több magángyűjtemény segítségével a környék állatvilágát mutatták be a preparátumokkal. Azt találtuk ki az osztályommal, hogy a Madarak Fák napján próbáljunk minél több állatot összeszedni, barátoktól, ismerősöktől, mindent mozgassunk meg, hogy a gyerekek lássák ezeket az állatokat, madarakat, nem madarakat, tehát mindenfélét próbáltunk összeszedni, hogy egy kicsit színesebbé tegyük ezt a mai napot. Nem tudtuk, milyen időn lesz, ki tudunk menni, nem tudunk kimenni, és akkor így mi ezzel leptük meg az iskolát, hogy itt vendégül láttunk mindenkit. Az osztályterem egész héten várta az iskolásokat. Több itt élő erdei állatot, főként madárfajtát nézhettek meg közelebbről. Így a tekintélyt parancsoló rétisast. De a szarvasbika is tiszteletet ébresztett a gyerekekben az állatok iránt. Hasonló tárlatot legközelebb csak a hansági madárvártán láthatnának a gyerekek. A szelektív gondolkodás az élet minden területén hasznos. Erre tanították meg az iskolásokat hétfőn a Dr. Oetker szelektív napján. A környezettudatosságot már évek óta sikerrel népszerűsíti a cég a környékbeli óvodások körében. A két éve kezdődött program iskoláskorba ért. Idén először diákok a János Somorjai Központi Iskola második osztályos tanulói vehettek részt a tanulságos és persze a végén finom előadáson. A tananyag is változott, már komolyabb, felnőttesebb tudnivalók is terítékre kerültek. Anyagok szerint válogathatták a háztartási hulladékokat. Megtanulták, mit tudunk magunk is újra felhasználni, ahelyett, hogy kidobnánk. De megnézhették, hogy a Dr. Oetkerben hogy is válogatják szét a hulladékokat, hogy minél kevesebbet pazaroljanak vagy szennyezzék a környezetet. A cég számára fontos, hogy ne csak példázza, népszerűsítse is a zöld gondolkodásmódot. Nekünk ez egy nagyon nagy lehetőség. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy az Oetker nevében itt gyerekeket köszönthetek, és hogy nekik olyan ismereteket taníthatok, ami hosszú távra szól nekik, és a mindennapjaikat fogja meghatározni. Szombaton este 6 órától kitáncolhatjuk a város májusfáját. A Millenniumi Park pavilonjában a néptáncosok várják műsorral a segítőket, nézőket. Szintén szombaton a Várbalogi Hérics Fesztivál is egésznapos programmal fogadja a látogatókat. Ezek voltak a hét legfontosabb hírei, tartsanak velünk jövő héten is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!